Kedves nézőink, mai közéleti témákról szóló beszélgetésünkben szót ejtünk a volán telephellyel kapcsolatos információkról, a szabálytalansági eljárásokból, illetve az ipari parkról is. Köszöntöm a stúdiumban Véglászló polgármester urat. Nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Még mielőtt azonban ezeket a témákat kezdenénk, polgármester úr, nézőink megszokhatták, hogy jó néhány hete, gyakorlatilag 3 hónapja a beszélgetést mindig úgy kezdjük, hogy a járványügyi helyzettel összefüggésben milyen hírei, információi vannak. Most ugye már vége van a járványügyi veszélyhelyzetnek, mi a helyzet a városban? Igen, hát ez a legfontosabb valóban, hogy vége. Végre vége, és itt Sümegen is gyakorlatilag visszaállt a március 11-e előtti rend, az élet. Természetesen vannak olyan dolgok, mint az egész országban, amelyek még ki tudja meddig megmaradnak. Én nagyon remélem, hogy aztán lassan ezek is eltűnnek, mint például a kötelező szájmaszk viselése, a boltokban, trafikokban, patikákban, de azért, ha most ettől eltekintünk, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy a normál élet visszatért Sümegre is. Hát figyelve a híreket, persze van bennünk néha, most az utóbbi néhány napban egy kis aggódás, de én nagyon remélem, hogy itt Magyarországon nem kell szigorítani, és nem emelkednek ezek a számok. Egyébként az óvodánkban, ugye ez is egy állandó adat volt, egy állandó információ ezekben a beszélgetésekben. Jelenleg 81 gyermek van az óvodában, illetve a bölcsödében 8 bölcs is, tehát mondjuk nagyjából olyan 50%, vagy inkább több mint 50% a kihasznált, úgymond az óvodának. De hát nyilván, ahogy a múltkor is beszéltünk, erről nyár van, tehát nem is valószínű, és nem is kell, hogy teljes létszámmal működjön az óvoda. Egyébként pedig ugye az idős otthonban is, hál' Isten, minden rendben van. Ez az a két kiemelt fontosságú hely, ami az önkormányzati, és nagyon odafigyeltünk rá a járvány alatt is. Ugye arról beszéltünk, hogy a padokat visszatesszük, ez folyamatban van. Hál' Isten, az idegenforgalom is úgy tűnik, hogy kezd helyreállni. Tehát ha minden igaz, akkor tényleg ez a belföldi turizmus, ez itt Sümegen is meglátszik, meg fog látszani a következő 2 hónapban. Úgyhogy remélem, hogy szépen kijelenthetjük, hogy szépen átvészeltük ezt az időszakot. És hát természetesen ugye azok a rendelkezések, amiket úgy hoztam, hogy a járvány időszak végéig tartanak, azok most végül is június 30-al azok hatályukat vesztik, tehát ugye például ilyen az, hogy 50%-át kell lett eddig fizetni a szociális bérlakásoknak, most július 1-től ez is visszaáll a normál kerékvágásba, de hát azt hiszem, hogy ennek most inkább mindenki örül, hogy végre vége a járványnak, és nagyon remélem, hogy az emberek gondja is egyre kisebbek lesznek, de szeretném elmondani, hogy bárkin segít az önkormányzat, most már egyébként ügyfél fogadás is van, ma délelőtt már volt nekem is ügyfélfogadásom, jöttek is hozzám néhányan, tehát mindenkinek tudom mondani, hogy ha olyan ügye van, akár hozzám, vagy a jegyzőhöz, nyugodtan jöhet, most már nincsenek ezek a korlátozások. Legutóbbi alkalommal is ejtettünk már néhány szót a volán telephellyel kapcsolatosan kialakult helyzetről. Most úgy tudom, hogy jó hírei vannak polgármester úrnak. Igen, hál' Isten, jó híreim vannak. Tegnap kaptam egy levelet Dávid Ilona elnök vezérigazgató asszonytól, aki azt közölte velem, és hát Fenyvesi képviselő úrral, igazából a címzésben is mi ketten vagyunk, hogy elfogadta az érvelésünket, és hát a hosszú távú
a településsel fennálló hosszú távú jó viszony miatt is megváltoztatták a döntést, és a telepnek a funkciói is megmaradnak, és a létszám is megmarad. Ez tényleg nagyon nagy öröm, és itt természetesen Fenyvesi Zoltánnak, illetve ugye ő megkereste ebben az ügyben Fónagy János államtitkár urat, tehát őnekik szeretném megköszönni, és természetesen szeretném megköszönni a megértését és a pozitív hozzáállását elnök vezérigazgató asszonynak is. Azt tudom mondani, ebben ugye a levélben is van egy utalás, hogy az önkormányzattól kérni fogják azt, hogy legyen szorosabb az együttműködés, és például a személyszállításban is, amennyiben az önkormányzatnak van erre hát ráhatása, akkor működjünk a volánnal együtt szorosabban. Én ezt a magam részéről meg is ígérem, mert természetesen én azért azt is el tudom fogadni, hogy egy cégnek minden telephelyet úgy kell működtetni, hogy az gazdaságos legyen. Az önkormányzat, a város sokkal jobban igyekszik odafigyelni erre a kapcsolatra, mert ugye az ilyen bajok mutatják meg, hogy mennyire fontos egy-egy ilyen nagy cég, hiszen itt is 60-70 ember dolgozik, igaz, nyilván nem mindegyik munkahelyéről lett volna szó, na de hát az is egy nagyon nagy veszteség egy ilyen kisvárosban, hogyha mondjuk 30-40 ember elveszíti a munkáját, 30-40 család, az mindenképpen egy katasztrofális dolog lett volna. És nagyon örülök, és még egyszer mondom, hogy külön köszönet elnök vezérigazgató asszonynak, illetve országgyűlési képviselőnknek és államtitkár úrnak is, hogy így minden követ megmozgattak Sümeg érdekében, és végül is megértették és akceptálták a problémánkat. Következő témánkat is említettük már a legutóbbi beszélgetés során. Két olyan Európai Uniós pályázattal kapcsolatban merült fel szabálytalanság, amely az önkormányzat kezelésében van. Mit tudhatunk most erről, hol tart ez a folyamat? Igen. Azzal kezdeném, ami nem tartozik ugyan szorosan a két ügyhöz, de azért valamilyen szinten mégis, hiszen az utóbbi nem is hónapokban, hanem mondhatom sajnos, hogy években itt Sümegen belül elindult egy olyan, hát mondhatjuk talán ellenzéki kommunikációnak, hogyha van egyáltalán értelme az ellenzéki szónak itt Sümegen belül és főleg ilyen ügyekben. De minden esetre egy olyan kommunikáció, hát főleg a Facebookon, illetve egy nyomtatott sajtótermékben, ami az én megítélésem szerint, és egyébként ebben nagyon sokan osztoznak velem, mondhatom a város nagy része is tapasztalataim szerint. Tehát én úgy látom, hogy ez azon kívül, hogy a város mostani vezetését igyekszik támadni minden lehető eszközzel, és hát nagyon sokszor egyébként megkérdőjelezhető módszerekkel, van egy olyan nagyon negatív hatása is, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk a polgármesternek sajnos, de hát valamennyire el kell viselni ezeket a dolgokat, ha meg nem, akkor elmegy a bíróságra, hogy én is megtettem. De van egy olyan káros következménye, hogy egy nagyon negatív képet sugároz a településről. Én ezzel kapcsolatban szeretném leszögezni, hogy az, aki a sümegi közélet szereplője szeretne lenni, vagy netalántán annak is gondolja magát, hát annak talán jobban kéne ügyelni arra, hogy tényleg Sümeg érdekében tevékenykedjen, és ebbe azért beletartozik az is, hogy a saját szülővárosunkat ne igyekezzük mindig negatív színben feltüntetni. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki nem Sümegen él, és azt mondja, hogy mi zajlik itt Sümegen, hogyha beírom a keresőbe
a Sümeg nevét, akkor ilyen dolgokat hoz fel az első három helyen. Tehát ez nagyon káros nekünk. És ugye most a konkrét ügyhöz ez úgy kapcsolódik, hogy erről is már megjelentek a Facebookon, nem is tudom minek hívjam, ilyen esszészerű, hát álszakértői írások, amelyeknek azt hiszem az egyetlen célja, hogy egyrészt a városvezetést rossz színben tüntessék fel, meg másrészt magát a várost is. Ebben a városban soha nem zajlott még ilyen nagyságrendű pályázati munka, mint az elmúlt 5 évben. Ezt bátran kimerem jelenteni, és ez megmutatkozik egyébként az elnyert összegek nagyságában is, meg hát abban a darabszámban, a pályázatok számában, amit megnyertünk, és amelyek egyébként gyakorlatilag egy kivételével a végéhez érkeztek a napokban. És van 2 olyan pályázat, ahol szabálytalansági eljárást indítottak ellenünk, és ebben a 2 esetben ezek már odáig jutottak egyébként, hogy a közbeszerzési döntőbizottság megbüntetett bennünket, illetve ebben a 2 esetben a támogatási szerződés visszavonásáról is szó van részben, egészben. És ezzel kapcsolatban azt szeretném csak kijelenteni, hogy ez nem csak engem, nyilván, mint érintett polgármestert háborít fel, hanem másokat is, igazából olyan szakembereket, akik egész életükben közbeszerzésekkel foglalkoztak. De hogy ne rébuszokban beszéljek, konkrétan itt egyetlen egy dologról van szó, mind a 2 projekt esetében. Arról, hogy a Sümegi Közszolgáltató Vállalat az egyiket meg is nyerte, ez a Ramazetterház, a másiknál pedig ez a bölcsöde, ott nem is nyert, csak indult a közbeszerzésen, és erre hivatkozva indult a szabálytalansági eljárás. Most itt bontsuk 2 felé a dolgot. Természetesen, hogyha a közbeszerzési törvényben ez tételesen le lenne írva, hogy az önkormányzat saját cége nem indulhat a közbeszerzésen, és nem nyerheti meg, akkor nem lenne miről vitatkozni, akkor el kéne ismernünk, hogy igen, hibáztunk. De erről szó sincs. És ugye a beadványainkban mi hivatkoztunk is arra, és hivatkozunk folyamatosan, hogy itt Sümegen is, ugye korábban voltak olyan projektek, ahol ugyanez volt a helyzet, és senki, semmilyen hatóság, az államkincstár sem, a közbeszerzési hatóság sem, a miniszterelnökség hivatala sem emelt semmilyen kifogást, a közbeszerzések rendben lementek, a közszolgot senki nem kifogásolta, volt olyan is ezek között, amit egyébként a közszolg nyert meg, a beruházás megtörtént, és ennyi. Másrészt pedig tudjuk nagyon jól, hogy más helyeken is, és most tényleg nem akarok település neveket mondani, de hosszú lista lenne, ha csak Veszprém megyei településeket néznénk, meg cégeket, ahol teljesen ugyanez a helyzet, és senki kifogást nem emelt, a projektek folytak, befejeződtek, elszámoltak vele, vagy éppen most is építkeznek, senki kifogást nem emelt. Tehát én nyilván nagyon sok olyan embert megkerestem most az utóbbi nagyjából 1 hónapban, akikben bízom is, hogy az igazságunkat ővelük együtt meg fogjuk találni, és őnekik is elmondtam, hogy itt nem arról van szó, hogy itt én bárkit arra szeretnék kérni, hogy hunjon szemet esetleges jogsértések felett. Mert én állítom, hogy ilyen jogsértések nem történtek, viszont azt meg határozottan visszautasítom, hogy
gyakorlatilag a sümeg ellen, elnézést, hogyha egy kicsit paranoiásnak tűnök, de talán a sümegiek megértik ezt is, hogyha van némi ilyen hajlamom most már, de azt tényleg visszautasítom, hogy nekem úgy tűnik legalábbis, hogy egy ilyen hajtóvadászat indult sümeg ellen. Nem tudom, mivel érdemeltük ezt ki, vagy kitől, de ezt tényleg határozottan visszautasítom, és olyan szempontból talán ismer mindenki, hogy én nem szoktam megfutamodni a csatamezőről, hogyha harc, akkor legyen harc. Mi egyébként az ügyvédi irodával együtt, akik bonyolítják a közbeszerzéseinket, mi igenis mindent meg fogunk tenni azért, hogy ebből az ügyből jól jöjjünk ki. Egyébként el is indultak, én úgy érzem, most az utóbbi napokban, hetekben pozitív folyamatok, tehát azt hiszem, hogy volt értelme most az eddigi ténykedésemnek, munkámnak, de nyilván azért ez még egy hosszabb folyamat, de a stábbal együtt fel vagyunk készülve mindenféle téren, tehát szakmailag is, hogy újra és újra alá tudjuk támasztani az igazunkat, mert egyébként tegyük hozzá, hogyha mi csak ezt belenyugvással tűrnénk, hát akkor ez nagyon nagy gondot jelentene, hiszen itt a támogatási összegek az egyik esetben ugye egészében, a másik esetben egy 25%-os visszavonás réme leveg a fejünk fölött, hát ez azért nagyjából 80 millió forintot jelentene, de még egyszer mondom, hogy az utolsó töltényig küzdeni fogunk, tehát én nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk változtatni ezt a döntést. És egy másik vonatkozásáról is hadd beszéljek. Itt ugye az elmúlt években nagyon sokat és sokszor beszéltek, főleg amikor közeledett az önkormányzati választások kampánya, hogy miért nem a sümegi vállalkozások nyerik a munkákat. Hát azt tudom mondani, hogy ennek az az oka volt, van és lesz is, hogy mi a közbeszerzési törvény betartjuk. Na most nyilván nem irányíthatom, nem is akarom, és nem is tettem soha, és senki sem, nem irányítottuk, hogy XY vállalkozás, aki mondjuk éppen sümegi, nyerje meg. Tehát ennek ez volt az oka, és ezen túl is az lesz. Mindenki láthatja, hogy a közbeszerzés az egy ilyen dolog, amikor az ember megvan róla győződve, hogy jól végzi a dolgát, akkor is lehetnek ilyen, nem tudom, minek nevezem, támadásnak, és lehetnek ilyen folyamatok, ami ellen védekezni kell. Mi most megtehetjük, hogy védekezünk, mert a közbeszerzések teljesen rendben voltak, és azzal, hogy a közszolgáltató Kft. Nyerte mondjuk a Ramazetter háznak a kivitelezését, azzal pedig semmi más dolog nem volt, egyszerűen ő adta a legjobb ajánlatot, a legolcsóbbat, mert egyébként azt is látni kell, hogy igen, az önkormányzat folyamatosan nehéz anyagi helyzetben van már évek óta, ugye pontosan a pályázatok miatt. Azt már elég sokszor elmondtam én is, meg mások is. Talán éppen a múlt héten néhány szót beszélt erről a alpolgármester úr is, hogy igen, ezek a pályázatok, ezek szinte mind olyanok voltak, tényleg nagyon kevés kivétellel, ahol azért elég sok pénzt mellé kellett tenni az önkormányzatnak. Tehát hiába voltak ezek a pályázatok 100%-os támogatottságúak, nagyon sok esetben az önkormányzat kénytelen volt úgy elindítani a közbeszerzéseket, aztán a közbeszerzés lefolytatása után kialakult helyzetről, ugye arról is beszélhetnénk,
hiszen ugye sokszor dönteni kellett, hogy még egyszer kiírjuk, mert a legolcsóbb, a legkedvezőbb ajánlat is mondjuk fölötte volt annak a pénznek, ami rendelkezésre áll, vagy azt mondja a testület, hogy jó, akkor biztosítsunk önrészt, de ne csúszunk újabb hónapokat. Tehát nagyon sok ilyen eset volt, és hát ezért alakult ki egy olyan helyzet néhány esetben, amikor a közszolgáltatók AFT elindult, és nyilván, vagy nem nyilván, de minden esetre a közszolgáltatók AFT egy kisebb haszonért elvállalta, bepályázott, és így nyerte meg adott esetben mondjuk a Römezetterházat. Tehát összefoglalva azt tudom mondani a város lakosságának, meg üzenni azoknak az embereknek, akik ebből, mint mindenből gyakorlatilag igyekeznek itt politikai tőkét kovácsolni, hogy ezek az ügyek igaz, hogy zajlanak, és igaz egyébként az is, hogy ezek bizony veszélyesek az önkormányzatra nézve, de én úgy érzem, hogy jó eséllyel küzdünk az igazunkért. Köszönjük, polgármester úr, a korrekt tájékoztatást, és természetesen a mi médiánk lesz az első, aki majd közvetíti ezeket az információkat a továbbiakban is. Még egy témánk van, amit talán úgy vezetnék fel, hogy az imént tette le polgármester úr a telefonját, hiszen egy befektető kereste, aki az ipari parkban tervez következő lépést. Mit kell tudnunk erről? Mit tudhatunk erről? Igen, hát pontosítanék, nem egy befektető keresett, hanem Shanghaiból a külügyminisztérium külkereskedelmi intézetéből kerestek azzal, hogy sümeg fogadóképes lenne kínai befektetők tekintetében. Hát én természetesen azt mondtam, hogy igen, és ugye egy kicsit a múltra újra visszatérve, ugye tudjuk azt, hogy ebben a városban egészen 2016-ig gyakorlatilag nem volt egy négyzetméter ipari területünk sem, akkor az akkori önkormányzat ugye lépett ebben az ügyben, a Feldertől vettünk területeket, és ott a Feldertől vett területen felépült a csarnok és az inkubátorház, és még vannak ott eladadó területeink. És hát igen, én azt mondtam, hogy persze, várjuk, nyilván itt azért be kell lőni a nagyságrendeket, ugye főleg kínai befektetőkkel, meg Kínával azért óvatosan kell bánni, hiszen ott egy 5 milliós város kisvárosnak számít, és nyilván más léptékben gondolkoznak. Én most is elmondtam, hogy én szerintem egy 150-200 főt foglalkoztató üzem, az ide sümegre abszolút elég lenne. És az is tegyük hozzá úgy, hogy akkor a munkavállalók nagy része az olyan lenne szerintem, akik mondjuk visszatérnének a 30-40-50 kilométeres távolságban felelhető munkahelyeikről. Tehát jól körül kell ezt járni, de annak minden esetre örülök, hogy kínai befektetők is vannak. A HIPA-val már évekkel ezelőtt felvettük a kapcsolatot, most a telefonbeszélgetés során azt is megbeszéltük, hogy ők is felveszik újra a HIPA-val is a kapcsolatot, mert ezt egy kicsit jó lenne megmozgatni, bár vannak pozitív fejlemények, vagy voltak az utóbbi időben, néhány hónapban. Azt is szeretném akkor elmondani a sümegieknek, hogy tárgyaltunk több céggel is az utóbbi időben, egyrészt ami a csarnokot érinteni, másrészt pedig bizonyos telek részeket, ahol vállalkozást szeretnének indítani, és hát nem akarom elkiabálni, de talán az egyik az egy-két hónapon belül létre is jön, az egyik ilyen adásvétel az ipari parkban, és akkor ott betelepül a cég,
és talán már jövőre iparűzési adót fog fizetni, ami ennek az önkormányzatnak nagyon jó lenne, mert ugye most kicsit visszautalva az előző történetre, azt hiszem mindenki látja, hogy a jövő útja tényleg ez. Egyrészt nyilván az idegenforgalom fejlődése, sümege, másrészt pedig az ipari parkot betölteni olyan cégekkel, amelyek jelentős iparűzési adót fizetnek, és ezzel biztosítani sümegnek azt, hogy a bevételei olyanok legyenek, hogy az ilyen zavarokat simán ki tudja védeni, hogyha jönnek. Köszönjük, polgármester úr, hogy a vendégünk volt, és visszavárjuk a jövő héten is. Köszönöm szépen.